Az egyik legnyugatiasabb arab országról beszélünk, Afrikán belül. Marokkó földrajzi tekintetében a legnyugatibb afrikai arab ország. Ez ugyanakkor az ott élők életstílusáról is elmondható. Ezt Radnóti Virág és Radnóti Tamás is igazolja, akik a Gyulai Könyvtárban tartottak előadást utazásukról. Az iszlám és az arab világ már önmagában egy rendkívül érdekes és számunkra titokzatos közeg, Marokkóban pedig egy európai turista átélheti ennek az egyedi hangulatát. Ezt segíti, hogy az itteniek a turistákkal is barátságosak és befogadóak, tette hozzá az előadó. Nekünk azt hiszem, hogy legjobban a Marrakesh tetszett. Több királyi városa is van Marokkónak, és az egyik legnagyobb az Marrakesh. Ott én egy kicsit azt éreztem, hogy majdnem, hogy Indiában vagyok. Ott tényleg ez a kaotikus körforgás, a kereskedők jönnek-mennek, az illatok, az, hogy a kézművesek kint dolgoznak az utcákon, tehát nagyon-nagyon hasonló volt, mint India. Marokkóban az emberek mind az öltözetben, mind a vallásgyakorlásban szabad kezet kapnak. Az ország nyugatiasságát bizonyítja az is, hogy itt a többnejűséget is eltörölték. A királyság Marokkónak az államformája, és egy olyan királyuk van, 6. Mohamed király, aki elsőként eltörölte például a többnejűséget, és abszolút rábízta az állampolgáraira azt, hogy milyen mértékben szeretnék a hagyományaikat tartani. Éppen ezért nagyon sokszínű az ország, valaki például a nők viselnek csadort vagy burkát, valaki egyáltalán nem visel, valaki nyugatiasan öltözik, valaki mondjuk megtartotta csak a kendőt a fején. És az öltözete nyugatias, a férfiak abszolút nyugatiasan öltöznek, inkább az idős korosztálynál jellemző egy ilyen dzsellába nevű, nagyon érdekes viselet, egy csúcsos kapucnis, hosszú köpeny. Marokkóban több helyen érezhető az európai hatás, hiszen portugál, spanyol és francia gyarmat is volt egykor. Radnóti Virág és Radnóti Tamás utazásuk során mindig a medinákban, vagyis az óvárosokban szálltak meg, hogy ezzel is közelebb kerüljenek az ottani légkörhöz.